Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Köszönjük, hogy ma nem a szerencsekereket választották, és a nagyugrást, hanem minket. Szeretném megkérni önöket, hogy ma mindenképpen érezzék jól magukat, a kollégáimat pedig, hogy adjanak hangot saját magából a fülemre, ez most megérkezett, köszönöm, már is sokkal jobban érzem magam. Az a helyzet, hogy ma kizárólag a szerelemről, és esküszöm, hogy csak is a szerelemről lesz szó. Mert hogy egy szerelem, egy férfi-női kapcsolat különböző fázisait fogjuk eldalolni, elverselni, elreppelni, mert hogy a szerelem, a szenvedély és színjáték és egybeoldás, és persze elvállás, a szerelem az élet csodás forpontja, és persze közben fájdalmas függőség. Bizonyára. Én a szerelemnek nagy szakértője vagyok. Nem hiszik? Hát én is csak a Story magazinból szoktam értesülni róla. Olykor ott, legalábbis régen. De az biztos, hogy a szerelemről írtam ebbe a legtöbb dal. Mert az én szívem, jaj, szívem, az nagy sőtéha, néha áldás, néha meghiba. Szóval jó sokan elfértek már az én szívem, főleg fiatal koromban, amikor még nem ilyen kipusztulásaink, ilyen dinoszaurusz voltam én most. A helyzet az, hogy akkoriban mindenek ellen tudtam állni, csak a kísérdésnek. De már megjavultam, ahogy az idő kegye, hallják, hogy az idő léket, sétál, kegyek, szalad, surban, cangok, túlik, halad. Szóval már a dolgok megváltoztak. Főleg én megírtam azt a rám nézve és kötelező sor, az egyik jazznek az dolgon, ami így szól. Tudod, ugye egy nő több, mint három? Tudod, ugye egy nő több, mint három? Bizony. De azért szíve, ez a kis szívecské, ez jó nagy maradt. Ez a helyzet, hogy ma ezen a szíven fogunk végigmenni, mert itt húzódik benne egy hatalmas sugárút, széles és hosszú, mint a Broadway. Ezen fogunk végigmenni. Ennek különböző sarkain fogunk megállni, de természetesen nem leszek egyedül ebben, hanem itt lesz velem végig. Csodás társam, a balzsamos hangú énekesnő, kérem fogadják szeretettel Váci Eszter! Watch the two birds.